Köszöntöm a Bátor Televízió minden kedves nézőjét, tartsanak velünk a következő percekben, hogyha idejük engedi. A témák csak nagyon röviden, fittség, szerelem és boldogság. Jó szórakozást kívánok! Mai műsorunk első vendége Tóth Judit, akit szerencsére már nem első alkalommal köszönhetek itt, ebben a magazinban. Szerbusz Judit, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Örömmel. Az elmúlt esztendőben, amikor nálunk jártál, akkor hát szerintem mindenki tátott szájjal hallgatta azokat a fontos információkat, amelyeket különböző ételintolerancia témákban mondtál el a kedves nézőknek, meg hát nekem is természetesen. És most nem ezzel kapcsolatban beszélünk majd, hanem egy picit általánosabban mindenkire vonatkoztatva. Ugye már is elkezdődött a február, de hát azért még mindig tél van, és még mindig éveleje van, és a szervezetünk még mindig abból táplálkozik, meg abból a napfényből, amit a nem téli hónapokban gyűjtöttünk össze magunknak. Arra szeretném kihegyezni ezt a mai beszélgetést, hogy a táplálkozásunkkal kapcsolatosan azt a középpontba állítva, miket kellene gyakrabban magunkhoz venni, hiszen azért ez alatt az éghajlat alatt, ahol Magyarország van, él, ott azért a primőr most annyira nem tud elsődleges lenni az asztalon. Ha tud, akkor biztos, hogy nem Magyarországon termet. Milyen tanácsaid vannak erre vonatkozóan? Miből kerüljön több az étrendünkbe, evés, ivás alkalmával? És lesz majd még egy témánk, azt a beszélgetés végén vetem majd fel. Hát én úgy gondolom, hogy alapvetően a nem csak évszaknak, hanem az egész életünknek az elemi hibája a túl sok evés és a nem megfelelő arányú étrendünk kialakítása. Ha azt gondolom, hogy évszaktól függen, ha csak azt tartanánk szem előtt, hogy a táplálkozásunknak mindig legalább 50%-át a szénhidrát, 30%-át a zsír, 20%-át a fehérre nagyjából fedje, akkor nem lennének nagy problémák. És mindig évszaknak megfelelően válaszunk olyan alapanyagokat az étkezésünk során, amit vagy mi magunk termelünk meg, vagy úgy tudunk hozzájutni, hogy idény. Mert nem gondolom, hogy bár nagyon szeretjük a primőr árut, hogy mi akkora utat tesz meg, az nekünk jó célt szolgál az egészségünkre. És hát ugye nyilván életkorunknak megfelelően, fizikai aktivitásunknak megfelelően kellene, hogy táplálkozzunk, és csak annyi ételt magunkhoz venni, amit a szervezetünk fel is tud dolgozni. Nagyobb hangsúlyt fektetve a fehérjékre és torostok bevitelére. Nem lehetséges az, hogy akár kapcsolatot lehet észlelni a között, hogy mondjuk sokan sokat ráérünk, hogy van időnk sokat enni? Tehát azt szeretném mondani, hogy azt az időt ugye másra is fordíthatnánk például. Amikor én táplálkozási tanácsot igyekszem adni, akkor arra próbálom leginkább a hangsúlyt fektetni, hogy azt a sok időt, ami szerintem sok és sokak szerint meg semmire nincs időnk, de valahogy mégis el tudunk odázni a mobiltelefon fölött akár egy fél órát, és egy fél óra alatt olyan ételeket lehetne elkészíteni, amit ha dobozolva előre elkészítünk, akkor mindig lenne mihez nyúljunk. És azért éhes az ember örökké, mert annyi fölösleges szénhidrátot visz magához, és olyan nagyon sok fehérlisztet, és annyira mellőzzük a rostdús ételeket, amik ugye a vércukorszintünket dobálják. És megeszünk egy fehér zsömlét, ott persze majd éhesek vagyunk. Ha azt megtennénk egy teljes kiörlésűvel, akkor sokkal később lennénk éhesek, és egész másképp tudnánk alakítani az egész étkezésünket. A legnagyobb probléma ebben rejlik, hogy nem főzünk, szaladunk, nem ér rá senki, hidd el nekem, senki nem ér rá. Főzni végképp. Akkor árulj el egy titkot, te mégis hogy érsz rá olyan sok mindenre? Mert ugye a közösségi oldaladon azért téged nem csak a barátaid, meg a családtagjaid követnek, ugye ma már ezt a kifejezést használjuk, hanem annak a borzasztó sok jó tanácsnak köszönhetően sokan lettek sokkal jobban, amelyeket tőled kaptak. És ugye amikor először beszélgettünk, akkor abban a beszélgetésben elhangzott, és ezt most idézőjelbe teszem, hogy te csak egy anyuka vagy. Tehát te ezt nem tanultad, te ezt kialakítottad, te utána jártál, és a számtalan tapasztalat alapján tudsz most már bátran másoknak is jó tanácsokat osztani, de nagyon sok minden belefér a napjaidba. Pontosan ezért, mert amikor azt mondják, hogy nincs időm egészségesen enni, azért nincs időm egészségesen enni, mert nem készítem föl rá a napomat, a hetemet.
Nagyon kevesen főznek, ez tény és való, én nagyon sokat főzök, de nem sok időt töltök vele. Mindig törekszem arra, és ez a receptjeimen is, az én követőim, ahogyan te fogalmaztál, azért is szeretik a receptjeimet, és most már azért elég szép számmal, körülbelül 700 recepttel rendelkezek, úgy gondolom nagyjából, mert nagyon gyorsan készen vannak, egymásra épülő recepteket próbálok kialakítani, tehát hogy egy alapanyagot többféle módon is felhasználok, akár egy főzés során, és dobozolunk. És én mindig azt mondom, hogy ha valaki szeretne életmódot váltani, én diétás étrendet, fogyókúrás étrendet nem javaslok, mert azt gondolom, hogy a nevében is benne van a kúra szó, ami nem tartható fent hosszú távon. Nem éheztetjük a szervezetünket, mindent eszünk, mindent. Mindent megfelelő mértékben, minden alapanyagot úgy cserélünk le, hogy az megfelelő legyen a fizikai aktivitásunkhoz, a szellemi aktivitásunkhoz. És ha valaki képes áldozni hetente 2 órát, és nem többet, arra, hogy előkészítse az étkezését adott hétre, akkor sokkal normálisabban tud enni, sokkal energikusabbá tud válni, és csak egy lisztet cseréltünk le, és egy cukrot. És ezen a kevésen múlik, semmi több. No hát akkor a továbbiakban némi konkrétumot is mondjunk azért segítségképpen a kedves nézőknek, hogy ilyenkor, január-február tájékán te mihez nyúlsz a leggyakrabban? Sejtem, hogy azért a sütőtök az ott van köztük. Igen, nálunk nagyon sokszor szerepel a sütőtök és az édesburgonya. Ez a kettő biztosan. Nagyon szeretem a gyömbért ilyenkor. Azt gondolom, hogy a télnek az egyik leghatékonyabb növénye a gyömbér, amit megint csak előszeretettel mellőzünk, pedig egy megfázásban, egy bélműködésben rengeteg, nagyon-nagyon sok fontos szerepet töltene be, és naponta egy kis kanálnyi mennyiségről beszélünk, nem többről. Én nagyon szeretem a rozsdús köreteket, mint például a bulgurt, ami ugyan egy gluténtartalmú, de hogyha valakinek nincs ételallergia, használhatja. Ha ételallergiás, akkor lehet a kölest, ami egy rettenetesen jó lugosító étel. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben az időszakban az édesburgonya, a sütőtök, a köles, a bulgur, tésztaételeket kevésbé, a klasszikus krumplit, mint olyat, azt én, mi nem eszünk krumplit, és a nagyon magas keményítő tartalma miatt nyilván lehet belőle enni egy keveset, mert senkinek nem lesz tőle baja, de ha túlnyomó többségét a tányéron ne ezt képezze. Mindenképpen rengeteg zöldséget, lehetőség szerint olyat, amit mi magunk itt meg tudunk termelni és meg tudunk venni, itt ez alatt leginkább a répát értem. Rengetegféle receptem van hozzá, amit annyira szélesen fel lehet használni, nem csak a húslevesbe tesszük bele a sárgarépát. Érdemes szerintem egy picit utána pillantani, az oldalamon is nagyon-nagyon sok olyan receptem van, ami változatos, egészséges, könnyű, de mégis tartós energiát biztosít a nap folyamára. Úgyhogy nagyon sok olyan receptem van, amire érdemes oda pillantani szerintem. Hát a sárgarépát már említetted, tehát azért az egy olyan zöldség, hogyha nem is hatalmas mennyiség, de azért úgy illene, hogy minden háztartásban tudjunk egy-két répát elővenni, ha úgy van. Azért mondjunk egy-két példát, akár a levestől a desszertig. Például, ha egy levest kellene most kiemelnem, akkor én a batáta krémlevest emelném ki, ami egy tartalmas, akár főételként is tud funkcionálni, akár egy bacon chipszel, és akkor már egy teljesen tartalmas, másmilyen jellegű ételt kapunk. Ha egy főételt kellene kiemelnem, akkor egy sült csirkét egy bulgurral, egy zöldségsalátával, vagy egy zellersalátával, nagyon-nagyon finom. Azt te hogy készíted? A zellersalátát azt hiszem, én már egyszer hoztam is nektek. A zellert tejföllel, vagy hogyha valaki ételallergiás, akkor rizstejszínnel, majonézzel, vagy házi majonézzel, ez mindig ételallergiától függően. Összeállítunk, lereszelem a zellert, kicsavarom. Általában a zellernek van egy markáns íze, igen, de hogyha egy nagyon kevés narancslével, narancséjal összevegyítem, és én narancskarikán szoktam tálalni, és annyira jól harmonizálnak az ízek, egy fantasztikus köret lehet szerintem, akár önmagában is, vagy egy nagyon jó uzsonna vagy vacsora. És desszertnek pedig, például most a legutóbbi desszertem, és nálunk nagyon bejött a gyerekeknek, a citromos álom, ami egy biocitrom tejföl túró, tehát egy fehérje bomba, és azért, hogy egy pici szénhidrát is legyen benne, és tartalmasabb legyen, egy baba piskótával van rétegezve, egy nem igényel sütést, egy pillanatok alatt készen van, egy nagyon mutatós és nagyon tartalmas édességnek is mondanám. Hát remélem, hogy azért tudtak táplálkozni már információ szinten a kedves nézők az eddigi gondolatokból is. Most egy kicsit gondoljunk azokra is, akik készülnek különböző versenyekre. A te személyedet illetően azért nem meglepő, hogy ezt felhozom, hiszen a Dragon Race versenyek alkalmával
te tanácsadóként meg szoktál jelenni ezeken a versenyeken. Nem tudom, hogy most a téli futam idején itt leszel-e Nyírbátorban. Igen, igen, örömmel megyek. Hívtak és örömmel megyek. Itt ugye, akik kilátogatnak, megkeresnek személyesen a kis standodnál, lehet, hogy még kóstolhatnak is majd valamit, hiszen készülsz a versenyzőknek, illetve a kilátogató kedves igen. kísérőknek. Nyilván ez más télen és más nyáron. Milyen jó tanácsod lenne azoknak, akik mondjuk ebben az időszakban készülnek ilyen komoly kihívásokra? Hát mindenképpen szeretném, és ott is felhívom a figyelmet a magas fehérjebevitelre. Külön a vegetáriánusoknak és a vegánoknak azért plusz szeretem megjegyezni, mi az, amire nagyon figyelniük kell, hiszen a növényi fehérje nem azonos az állati fehérjével, erre is nagy hangsúlyt kell fektetni, és a sportolás alkalmával ugye ott egy kicsit jobban figyelnek arra is, hogy a külsőségek is számítanak, tehát az izomépítés, mint olyan, hogy látványos is legyen, ahhoz a fehérje nélkülözhetetlen. A normális szénhidrát bevitelre, hiszen a sportot nem lehet üres gyomorral elkezdeni, és az, hogy milyen szénhidrátot eszünk a sportolást megelőzően, az is nagyon fontos szempont, és az azután következő fehérjebevitelre, ami szintén fontos, hogy az izmaink fel tudjanak töltődni újra, és regenerálódjunk. Illetve nagyon sokszor felhívom a figyelmet a rendszeresen sportolóknak, hogy azon túl, hogy ők azért nagyon sok izületvédőt, vitaminokat szednek, amivel ugye a túlzott fizikai aktivitásuk miatt pótolni kell a vitaminbevitelüket. Nem elhanyagolható szempont itt is például a gyömbér, ami az izületi gyulladásokat nagyon jól tudja kezelni, illetve a kurkuma, ami szintén erre való. Aztán a porcképzés, mint olyan, én nagyon sokszor próbálok erre is hangsúlyt fektetni, vagy azokat a kocsonyás részeket, ahogy a köztudatban ezek már feljönnek, és így kérdezik meg konkrétan tőlem is, hogy azokat a kikopott izületeket hogyan lehet pótolni. Ugye a zselatin már nagyon sokszor bekerült a köztudatba, most már egyre inkább halljuk, de a kurkuma, a gyömbér a természetes módon be tudjuk már vinni ezt is, és meg tudjuk ezeket is enni. Lereszeljük egy kevés mézbe a gyömbért, beletesszük a kurkumát, összekeverjük, és napi egy kis kanállal tudjuk pótolni azokat a nagyon hasznos dolgokat, amiket az izületi gyulladásunk megelőzésére tudunk szolgálni, nem kell mindig gyógyszerekre gondolni. Hogy jutnak el hozzád azok, akik ezeket megkérdezik? Hát, ha jönnek a Dragon részre, akkor a standomnál megtalálnak, és ott én mindig igyekszem elérhetőséget adni, és élnek is vele, örülök is neki. Nyilván ott egy pár percben a nagyon elemi dolgokat meg tudjuk beszélni, de ha valakinek további információra van szüksége, akkor engem mindig megtalálnak, és én örömmel készséggel állok a rendelkezésükre. Mennyi év munkája, Judit, az, amíg ezeket az információkat összegyűjtötted? Ezt bárki meg tudja csinálni, ha figyel, én is. Csak hogy ezt az egészet hálózatban, rendszerben tudod kezelni, és gondolod, végig az összefüggéseket látva. Talán ez a lényege. Igen, azt szoktam mondani, hogy többször megkérdezik tőlem, hogy ez úgy tetszik nekem ez a dolog, amit csinálsz, és úgy csinálnám. És mindig mondom, hogy gyere, és én tanítalak. Költség nélkül. Csak gyere, és figyelj. De ezeket a dolgokat nem lehet könyvekből megtanulni, úgy gondolom. Nyilván mindenkiben vannak információk elcsepegtetve, de nekem a munkám is tesz hozzá, ez is evidens nyilván, hogy egy kicsit globálban látom az embert, de az, hogy nekem jött az életemben az ételallergia, amire muszáj volt, hogy fókuszáljak, aztán maga a munkám is olyan jellegű, amivel azért az egészség, mint olyan, megint csak képbe kerül, és ezek, hát szerintem a Jóisten engem így rakott össze, úgy vitte az életemet, az életem hajóját, hogy mindig olyan szigeteken kötöttem ki, ahol szívtam magamba valamit, és már ez egy 10 év után összeállt egy globálba. És most már látom az embert úgy, mint ember, a problémát is látom, és nagyon szépen össze tudom úgy gondolom rakni. Azt bizonyítja a munkám, a hátam mögött lévő munkám, hogy össze tudom rakni, úgyhogy jó legyen. Örülök neki, hogy tudtunk egyébként időpontot egyeztetni, mert azért mondhatom, hogy téged újabban széjjel szednek. Tehát nagyon sok irányba mész, és nagyon sokféle megközelítésben beszélgetsz, mindig ugyanarról, az egészségről, az egészség megőrzésről, hiszen ez az eszenciája ennek az egésznek. De neked nagyon széles körben mozog az, hogy milyen témákat is választanak meg, amire felkérnek téged. Azért nem mindig olyan könnyedek a beszélgetések, mint ahogyan lehetne nevezni ezt a mi mai találkozásunkat. Hát nem, mert azért vannak olyan esetek, amikor célirányosan beszélgetünk. Most az elkövetkezendő héten egy olyan szerencsés meghívásnak tehetek eleget, nagy örömmel teszem, ahogy gyógyult, vagy még most jelenleg is daganatos betegekhez fogok menni. Egy olyan csoporthoz megyek el, akiknél maga a táplálkozás életmentő lehet.
és nagy örömmel megyek, és nagyon örülök neki, hogy megkerestek, de az azt követő héten pedig aszmás betegekhez megyek szintén. Én nagyon szeretem a gyógynövényeket, akik engem ismernek, azok tudják, hogy én mindig beépítem a táplálkozás mellé a gyógynövényeket, mert én tudom, hiszem és tapasztalom, hogy rengeteg pozitív hatásuk van, és ez is mindig több rétű, tehát nyilván az adott megbetegedés függvényében, de nagy örömmel megyek a Dragon részre is, mert ott meg egy teljesen más oldalamat tudom megmutatni, és hát ez a Jóisten ajándéka, és én igyekszem vele nagyon jól élni. Na hát nagyon szépen köszönjük, hogy tudtál időt szánni arra, hogy elgyere ide a Bátor TV mai műsorába. Örömmel látunk vendégül, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen. Ennyi hasznos információ után most nézzük, hogy az életnek milyen szép oldalai vannak még. Van Nyírbátorban olyan, hogy boldog óvoda. Milyen látogattunk oda? Mi a Kerekerdő óvodába jöttünk, de tulajdonképpen egy boldog óviba jöttünk. Mióta függ össze ez a két elnevezés és fogalom itt Nyírbátorban? Hát 2 éve, hogy hallottam ezt a boldog óvoda fogalmat, ugyanis Vári Ibolya, Jónásné felhívta a figyelmemet egy tanfolyamra, hogy nem ezt szeretném elvégezni, mert ugye ő ismer engem, és közel áll hozzám ez a téma, mert hogy drámapedagógus is vagyok, és nagyon-nagyon sok drámajáték kapcsolódik ehhez a boldog óvodás programhoz, és én azóta elvégeztem azt a tanfolyamot, és nagyon nagy szeretettel csinálom, ezt nagyon-nagyon élvezem, és ezt mindenkinek tudnám ajánlani. Olyan dolgokat csinálnak az ovisok, olyan dolgokra gondolnak ezeken a kis boldogság foglalkozásokon, órákon, amire így nagyon rákoncentrálva, talán igazából lehet, hogy otthon kellene, hogy ezt megtegyék. De az, hogy ez a kis közösség együtt van minden nap itt az óvodában, és együtt megélnek ilyen pillanatokat, mi a tapasztalat, hogy ezek mennyire tudnak megmaradni bennük, tartósan megmaradni, vagy esetleg köszönhetően ezeknek a boldog óráknak másképp néznek egymásra a gyerekek?
Így van, ezt nagyon jól láttad, mert amióta elkezdtem ezeket a kis foglalkozásokat, játékokat, azóta azért már többen meg is jegyezték, úgyhogy nem csak én mondom saját magam, hogy azért nagyon sokban változott az érzelmi intelligenciájuk, mert a legtöbb probléma ugye a mai gyerekeknél az van, hogy ugye nem tudják kifejezni az érzelmeiket, a társakkal való viszonyuk nem igazán a megfelelő, és ezek a játékok, ezek az órácskák, ezek tényleg olyan témákat dolgoznak fel, ami mostanság ez hiánycikk, így mondanám, és akkor ezekre ráfókuszálva ezeket mélyítjük bennük, egymáshoz sokkal toleránsabbat. Nagyon sok szó megragad bennük, amit otthon is hazavisznek a szülőknek, és mivel ezt a szülők körében is nagyon terjesztem, és nagyon fontosnak tartom, ezért azért már ők is valamilyen módon, még hát igaz, hogy ilyen kis mértékben, de már ők is elfogadják, és a kért feladatokat például nagyon szívesen csinálják a gyerekekkel. És tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos most ezeknek az érzelmi intelligenciának a fokozatai, hogy ezt fejlesszük, mert ez az alap. Nézzétek, nemrégen beszélgettünk a célok eléréséről, nézzétek! Le is rajzoltátok, hogy miért van fontos, hogy kitűzzük a céljainkat? Miért fontos ez? Miért fontos? Hogy megtanuljuk. Hát igen, hogy azokat megtanuljuk. Neked például mi volt a célod? Mit rajzoltál le? Azt, hogy le tudja élni. A ne? Mi? A jelenet. A jelenet. Hogy tudja könyvet olvasni, meg ókulcs vezetni. Igen, nagyon ügyes vagy. Így van, nagyon szép cél. Na kinek mi volt még? Igen? Hogy tudjak olvasni. Igen? Meg élni. Igen? Meg csípőt kötni. Nagyon ügyes. És neked mi volt a cél? Ahogy mi is részt vettünk ezen a boldog órán, azért azt megfigyelhettük, hogy ezek a pozitív tartalmú kifejezések hogy nagyon gyakran hangzanak el, és az is feltűnt, hogy a gyermekeket nem kellett nagyon tologatni, hívogatni, hogy üljenek le egy ilyen foglalkozásra. Nyilván, ami leköti őket, ami boldoggá teszi őket a mindenféle kis játék, az lehet látni, hogy szívesen csinálják. De ezt is szívesen csinálták. Megszokták már? Igen, ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerek, amit részévé válik, ugye megszokja ezeket a dolgokat, az már nem okoz neki nehézséget, sőt, belépül a kis napi rendjébe, és előbb-utóbb magáévá teszi, és ugye, mint mondtam, fejlődik a szókincse is, ezek a pozitív tartalmú szavak, a segítés, ugye a varázsszavak, és a stb., ami nagyon sok elhangzott itt az órán is, és még már és nagyon sokféle foglalkozáson, azok mind beépülnek a kis szókincsükbe. És tényleg nem kell noszogatni őket. Hát nem mindenki nyilvánvaló így ül, meg mit tudom én tud annyira figyelni végig, de azért szeretik ezeket. Mikor már látom, hogy lankad a figyelem, akkor mindig egy-egy kis játékot, kis mozgásos játékot csinálok, és akkor így fenntartható ez a boldogság, vagy ez az érdeklődés. A maga a program, a boldogság program, mit vár el egy intézménytől? Minek kell megfelelni? Maga a boldogságprogram, ugye ez ki van dolgozva, és egy boldogságórat könyvből ugye vannak projektek, 10 féle projekt van, amivel foglalkozni kell a gyerekekkel. Ez, hogyha nem gond, akkor ezt felolvasnám, mert ezt nagyon fontosnak tartom. Az egyik a boldogságfokozó hála, amit szeptemberben ezen ki is nevezték Budapesten a boldogság fokozó hálának a hónapjának. Aztán az optimizmus gyakorlása, azzal foglalkozunk, hogy minél több olyan szó hagyja el a szánkat, ami előre visz, ami megsegít, nem pedig a negatív dolgokat helyezzük előtérbe. Aztán a kapcsolatok ápolása, társas viselkedés, a boldogító jó cselekedetek, egymást meglepjük,
jót cselekszünk otthon is, az állatainkkal, a földdel, kitérünk arra, hogy a földdel milyen jót tudunk mi a magunk szintjén tenni. Aztán vannak megküzdési stratégiák, a célok kitűzése, apró örömök, élvezet, a megbocsátás, van az egészséges életmódra nevelés, a testmozgás, és a fenntartható boldogság. Ezen témák köré csoportosulnak az órák is, és minden kis játék. Mondjatok még jó cselekedet. Akkor megvigasztaljuk egymást. Az is nagyon jó cselekedet. Ha megbántjuk, meddig. Ha megbántódik, vagy ha te megbántod, akkor? Meg kell vigasztalni. Igen, az is jó cselekedet. Igen. Megöleljük, lesünk a baját is. Hát bizony, bizony, nagyon-nagyon ügyes. Hát ha valakinek új barátja, akkor az a kislány lett a barátja. Aha. Így van. Nagyon-nagyon-nagyon jókat mondhatok. Tudok egy olyan kis játékot, hogy kis barátom, hogy vagy? Igaz? Igen. Akkor kezdjed, légy szíves Ádámka, kérdezed a társadalmat. Kis barátom, hogy vagy? Egyre jobb. Kis barátom, hogy vagy? Egyre jobb. Hogy vagy kis barátom? Egyre jobb. Hogy vagy kis barátom? Még annyit szeretném megkérdezni, hogy milyen gyakorisággal kell tartani ilyen foglalkozásokat, illetve mi a rutin itt a kerekerdőben? Hát végül is egy hónapban egyszer kell erről beszámolnunk, mert ennek ugye van egy dokumentációs része is, amit be kell küldenem a központ felé, a fényképeket, videót, és vannak meghatározott feladatok. És azt egyszer kell beküldeni, de azért nagyon jó, hogyha hetente mindenképpen van egy, sőt, én biztos, hogy csinálok egyszer vagy kétszer ilyen kis játékokat, foglalkozásokat, amikor tudok, akkor kicsit, amikor úgy látom a figyelmüket, akkor kicsit hosszabbat, valahogy rövidebbet, de egy héten kétszer mindenképpen kell ahhoz, hogy így beléjük rögződjön, és bárhol, bárhol vagyunk, tudjunk tényleg ezekre reflektálni, ha bárki kíváncsi rá. Ez az nagyon ügyes voltánikok. Jó, szálljunk be abba a vonatba, a hála vonatba, a hála vonatba. És már indul is a vonat. Hála vonat indulás, vár még ránk sok állomás. Hála vonat indulás, vár még ránk sok állomás. Hála vonat indulás, vár még ránk sok állomás. Szálljunk ki a vonatból, és nézzünk szét, mit látunk? Ja, szépen! Szépet látunk? Jó érzés volt megérkezni? No, kedves nézőink, az elmúlt percekben kaphattunk egy kis receptet az óvodásoktól, és hát az óvodapedagógusoknak köszönhetően, hogy hogyan is lehet egy intézményben boldog perceket szerezni egymásnak. Ugye ebbe a rendszerbe oktatási intézmények tudnak bekapcsolódni, de otthon, családi körben ugye bárki tud tenni ennek érdekében. A következő beszélgetést is kapcsolhatjuk egész nyugodtan a boldogsághoz, hiszen elég komoly boldogság forrás a szerelem, ha úgy vesszük. És én remélem, meg kívánom is, hogy azért ez mindenkinek az életében, ha per pillanat most annyira nincs is jelen, de azért legalább jelen volt, vagy várható a következő időszakban. Az viszont biztos, hogy a Valentin nap itt van a nyakunkon, tehát egy hét van még addig, és azért sokfélék vagyunk, sokféleképpen viszonyulunk ehhez az ünnephez. Sokan ugye ezt egyáltalán nem tartják semmiféle ünnepnek itt Magyarországon, mondva azt, hogy ugye ez is egy külföldi gics, amit sokan elfogadnak, sokan nem fogadnak el, de valamilyen szinten azért, és lehet, hogy inkább a hölgyek, mégiscsak kíváncsiak arra, hogyha jön a Valentin nap, a február 14-e, azért valakitől kapnak-e valamit, mondjuk akik párkapcsolatban élnek, nyilván a párjuktól számítanak erre, és hogy mi is az az apróság, az a meglepetés,
ugye bármi lehet, de hát azért a virág biztos, hogy az első helyen áll ebből a szempontból. Vendégem a stúdióban természetesen a Valentin nap kapcsán, és ha már a virágot ilyen kitüntető helyre tettem, és hogy én is jobban érezzem magam, és már csokorszerűen tudjunk beszélni, Bájogosné Ibolya a vendégem, és így most már ketten vagyunk Ibolyák, meg itt ez a sok dekoráció, meg virág a stúdióban, mert hogy ezek is lehetséges ajándékok a Valentin nap kapcsán. Köszöntelek, Ibolya, a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm szépen a meghívást, és te, én is üdvözlöm a tévénézőket is innen is. Te hogy emlékszel vissza a... Ugye hát a virágüzletet azt jó régóta csinálod már. Hogy emlékszel vissza, hogy mikor volt az az időszak, amikor ez a Valentin nap így megjelent ilyen kiemelt napként? Elmúlt 30 éve már, hogy ezt a szakmát nagy szeretettel csinálom, és az az igazság, hogy a 90-es évek elejétől tapasztaltuk, hogy február 14-e a szerelmesek napjaként, ünnepként jött a virágosok életébe. Olyannyira fejlődött ez az ünnep, hogy a harmadik-negyedik virág a virágszakmában harmadik-negyedik ünnepként tartjuk már számon. Nagyon nagy szeretettel látjuk, hogy vásárolják a vevőink, és viszik a kedvesüknek a, elsősorban a virágokat, vagy szívecskékkel díszített kis figurákat, vagy beültetéseket, vagy egyéb kompozíciókat. Nagyon nagy boldogság ez nekünk is látni, hogy sok vásárlónknak ott az öröm az arcán. Mert hogy és van kinek vinni. Igen, igen. És fiatal, az idősebb korosztály is egyaránt, de elsősorban a virágok dominálnak ilyenkor. Ezek közül is elsősorban a rózsák. Sokat fejlődött a kezdetektől a szokás is, mégpedig inkább a rózsák irányába. Most a legújabb sláger, amit tudnék mutatni éppen ott középen, az örök rózsa. Ez pedig olyan, hogy egy különleges eljárással készült rózsa, és valójában örökre megmarad. Ezt szakemberek készítik, igaz, hogy nem az olcsó kategóriába tartozó virág, de nagy szeretettel vásárolják. Az utóbbi időben ez egyre jobban kezd elterjedni, és nagy örömmel várják a megajándékozottak is ezeket. De azt látom, ahogy itt hoztál be egy kis látnivalót is, hogy milyen széles körben lehet ugye a virágok esetében is gondolkodni, hogy egy szép cserepes virágot, ha választ az illető, akkor vannak ugye azok a kis díszelemek, amelyekkel már azonnal valentinnapi ajándékká lehet varázsolni egy virágot. De azért itt vannak ezek a kis dobozok, amelyek azért jó pár éve már elterjedtek, és meg olyan kis fiatalosak, vagy hogy mondjam, tehát, és olyan nagyon sokfélét lehet belőlük csinálni, tehát kisebbet, nagyobbat, tehát nyilván attól függően, hogy akár milyen friss a szerelem, vagy mennyire lehet kinyitni a pénztárcát, ugye ennek is meg kell tudni felelni a kínálat tekintetében. Szeretném megkérdezni, hogy a vásárlóknak mennyire vannak különleges elképzeléseik. Egyáltalán a férfiak, hiszen mégiscsak ők vesznek a nőknek virágot, és nem fordítva, hogy van, hogy konkrét elképzeléssel lépnek be az üzletbe, vagy nagyon sok esetben azért segíteni kell? Ez változó. Mindkét helyzetben megtaláljuk a közös hangot a vásárlóinkkal. Van, aki annyira határozott, és akkor azt az igényt is teljesítjük, amit ő szeretne. De van, aki kicsit tanácstalan, és akkor megmutatjuk a kínálatot, mert nem csak ennyi a kínálatunk, mert nálunk a Valentin nap az
két-három héttel megelőzően már a felkészülésről szól, és készítünk az olcsóbb és magasabb árfekvésű készítményeket is, és akkor ebből tudnak választani. Ha csak valaki csak egy szál rózsával lepi meg a kedvesét, szerelmesét, abban is partnerek vagyunk, és azt is örömmel adjuk a vásárlóinknak. Elmondanál esetleg egy olyan esetet, amikor valaki ilyen érdekes és határozott elképzeléssel jelent meg? Igen, van erre is példa. Hát nyilván ezek az ajándékok a pénztárcafüggők elsősorban, és van olyan, aki hatalmas, most elterjedt az utóbbi években a rózsaboxnak nevezett ajándék is. Nyilván élőből, élő rózsákból készülnek ezek, a szivárvány minden színében, állunk a vásárlók rendelkezésére, és készítjük is. Hát volt, aki annyi rózsából kérte ezt az ajándékot, ahány éves a kedvese. És akkor ezt teljesítjük nyilván. Nagy öröm ez nekünk is látni, meg azt a boldogságot, amit esetleg majd megtapasztal a vásárlónk is. Azt hogy látod, hogyha egy kicsit elrugaszkodunk a Valentin naptól, hogy a virágajándékozása a férfiaknál nem kezd kikopni? Nem, ez örök sláger. A virág az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy nem csak az ünnepekkor, hanem úgynevezett csak úgy alkalomból is viszik a kedvesüknek, vagy éppen szüleiknek, a családtagoknak is akár, és ez nekünk nagy öröm, hogy nem csak az ünnepekkor viszik a virágokat, de elsősorban a virág dominál nálunk. Ezek a kis kiegészítők nyilván belejárói az adott ünnepeknek, de a virág dominál minden esetben. Hát azt nem lehet elvitatni, hogy itt most a stúdióban az asztal és a környéke piros, meg van egy kis fehér is. Tehát azért ugye a piros rózsa, a piros szív, tehát vagy a vörös szín, ugye úgy is mondhatjuk, azért abszolút központi szerepet tölt be a Valentin nap kapcsán. De teszem fel, ha egy férfi ember tudja, hogy az ő szeretett feleségének a sárga a kedvenc színe, akkor lehet, hogy ő egy olyan színű csokorral lepi meg. Ez így is van. És nem minden esetben a rózsából kérik a kompozíciókat, hanem éppen tavaszi virágokból, fréziából, tulipánból, meg kaphatom most már széles skálán a vágott virágok sora is. Vannak olyan virágok is, amelyek képesek egyébként ugye allergiás dolgokat kiváltani, tehát itt is azért illik tudni annak, aki ajándékoz virágot. Itt most a liliumfélékre gondolok, igen, első körben, hogy ezt tudják szerinted az emberek? Nem mindenki, de miután tudjuk, hogy milyen alkalomból és milyen alkalomra vagy milyen illetőnek viszi, aki éppen allergiás, akkor segítünk abban, hogy a liliumról lebeszéljük. Néha sikerül, néha nem, de például, ha egy pici babát mennek meglátogatni, akkor semmiképp nem javasoljuk, hogy most ide liliumból készüljön a csokor. Te szoktál virágot kapni? Igen, szoktam kapni, bár egyre kevesebbet, mert azt mondja a férjem, hogy ott vagy köztük, hát és akkor az mind a tied. Te, amikor ugye eleve megkaptad a szüleitől az Ibolya nevet, mondjuk ezzel én is így vagyok, de én nem nyitottam virágüzletet, persze szültem egy virágnevű gyereket, tehát valahol nekem is ott van az, hogy örülök ennek a vonalnak. De te miért lettél virágboltos? Volt egy vágyam, hát korábban az Áfésznél dolgoztam, majd a hivatalba, és 31 évvel ezelőtt én úgy gondoltam, hogy a kreativitás az itt nekem kevés. És teljesen önszántóból családi egyeztetéssel úgy döntöttünk, hogy
megnyitjuk, és ugyanazon a helyen dolgozunk, a Báthori utcán, a bíróság mellett, és ezt még hiába 31 éve ez már elmúlt, nagy örömmel csináljuk. Akkor jó döntés volt. Igen, igen. No, akkor közeledik a Valentin nap, boldogságban úszunk, ugye köszönhetően a kisovisoknak és ennek a szerelmi ünnepnek köszönhetően, bár én úgy tudom, úgy olvastam, hogy a Valentin nap a szeretet és a szerelem ünnepe. Igen. Tehát, hogy nem feltétlenül csak a szerelmesek köszöntik fel ilyenkor egymást, hanem így van. Akár családon belül is. Egy édesanyát is lehet például ilyenkor köszönteni. Hogyne. A szeretet, szerelem ünnepe igazából a Valentin nap. Ilyenkor titkos vagy nem titkos üzeneteket küldenek egymásnak, de többnyire és döntően a virág dominál ez esetben is, és virágokkal lepik meg a szeretteiket. Ez lehet éppen nő is, férfi is, hogy egymást megajándékozzák. És akkor a beszélgetés végére csak annyit, hogy egész végig arról nem beszéltünk, hogy február 14-én egyébként a Bálintok ünnepelnek, de hát nem, igen, biztos, hogy ugye ez akkora rohamot jelentene a virágvásárlás terén. Lehet, hogy a Bálintok inkább pezsgőt vagy egy jópofa konyakot kapnak majd az ünneplésre. Ibolyán, köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és tudtunk beszélgetni erről az egyébként szép dologról, és ezt már rábízzuk a kedves nézőkre, hogy ki hogyan vélekedik ezzel az ünneppel kapcsolatban. Én is nagyon köszönöm a beszélgetést, és szeretettel várjuk vásárlóinkat, nem csak ennyi, hanem egyéb más kompozíciókkal is az üzletünkben. Kedves nézőink, a műsor végén engedjenek meg egy kulturális program ajánlatot. Február 11-én 18 órakor kezdődik a Budapest Fúvós 5-ös zenei előadása a Báthori Estek keretében, a Városháza dísztermében, a Magyarországi Filharmónia szervezésében, és itt Nyírbátorban, ugye a városvezetésnek köszönhetően, a Báthori Estek keretében valamennyi komoly zenei koncert ingyenesen látogatható, hogyha szabad a február 11-éjük, az az esti időpont, 6 órai kezdettel, akkor mindenképpen látogassanak el a Városháza dísztermébe. Én mára megköszönöm figyelmüket, és további szép estét, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.